Másfél millió ember nem jár rendszeresen látásvizsgálatra Magyarországon, és bár szüksége lenne rá, nem hord szemüveget. Október a látás hónapja, amikor egész hónapban van lehetőség beszélni a szem betegségeiről, a látszerészek pedig megmutathatják azt is, milyen a jó szemüveg. Az, hogy tüdőszűrésre járni kell, vagy érdemes évente egyszer fogorvoshoz elmenni, mára már mindenki számára elfogadott is, ismert az is, hogy miért nem szabad hanyagolni a szűréseket. Ezzel szemben az egyik legfontosabb érzékszervünkre, szemünk egészségére még mindig keveset gondolunk. Kevesen tudják, hogy a látásvizsgálat során nem csak egy esetleg később súlyosra váló szembetegség, de például a cukorbetegség vagy akár a magas vérnyomásra utaló jelek is felfedezhetők. Mindemellett az éles látás egy olyan életminőséget befolyásoló szükséglet, amire érdemes figyelnünk. Egy helyesen elkészített szemüveg vagy kontaktlencse nélkül elképzelhetetlen a jó közérzet, a pontos munkavégzés vagy akár a közlekedésben való felelősségteljes részvétel. 2008-ban indult el a Látás Hónapja kezdeményezés, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a látásvizsgálat fontosságára. Mondhatom, hogy ezt a célt tartjuk mi is szem előtt, hiszen beszélgetni fogunk dr. Balla Szabolccsal erről a témáról. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét! Másfél millió ember nem jár rendszeresen látásvizsgálatra. Azt gondolnánk, hogy látásvizsgálatra csak akkor kell elmenni, amikor muszáj, amikor baj van a szemünkkel, holott ez is a népegészségügyi szűrőprogramok szerves része, illetve oda tartozik. Miért terelődik el a figyelem erről ön szerint? Valóban szükség lenne rá, hogy legalább két évente ezt a szűrést megejtsék az emberek, hogyha valami rizikótényező van, akkor gyakrabban, mint például a cukorbetegség és magas vérnyomás betegségek, illetve akinél a családban a zöldhályok gyakrabban, vagy előfordul, azoknál gyakoribb ez a betegség. Tehát itt is vannak genetikai tényezők, örökletes tényezők, hogy akiknek mondjuk a családban gyengébb a szeme a szülőnek, édesanyjának, édesapának vagy a nagyszülőknek, akkor érdemes időben figyelni a szemünk egészségére, illetve a látásnak a minőségére. Mikor mondják azt, hogy a szemmel probléma van, és el kell menni az orvoshoz? Vannak-e tünetei a kezdődő szembetegségeknek? Vannak tünetek, csak sajnos az emberek sokáig szoktak várni, nem állunk túl jól a kérdésben, mivel Magyarországon évente 1000 ember vakul meg a cukorbetegség okozta retinabetegségek miatt, ez a nyugat-európai átlagnak háromszorosa. Hogyan óvhatjuk a szemünk egészségét? Az érintett csoportokra is gondolok, és az átlagemberre, akiknek nincs semmiféle krónikus vagy társult betegsége. Nagyon egyszerűen a rendszeres szűrővizsgálatokkal, illetve a cukorbetegség, magas vérnyomás esetén az alapbetegség kezelésével. Hogyan néz ki egy látásvizsgálat? Hogyan néz ki egy szűrés? Ugye ma már olyan korszerű diagnosztikai eszközök vannak, és hát a bejátszásban is meg tudtuk mutatni ezeket, illetve meg tudjuk majd még mutatni az emberek számára, amivel nagyon-nagyon jó precizitással meg lehet állapítani azt, hogy egy embernek milyen a látásának a minősége. Az alapvizsgálatok a látás élességvizsgálat, a szemnyomásmérés és a szemfenékvizsgálat, ezeket minden esetben elvégezzük, de vannak még ezen kívül színlátásvizsgálat, ultrahang, látótérvizsgálat, amit szükség esetén szintén el lehet végezni. Mit állapítanak meg ezekből a vizsgálatokból, illetve hogyan néz ki a diagnosztika egy-egy ilyen vizsgálat végén? A szembetegségeinek a legnagyobb részét meg tudjuk ilyenkor állapítani, hogyha van, illetve hogyha szükség van látáskorrekcióra, szemüveg vagy kontaktlencse formájában, akkor azt is tudjuk mondani a pácienseknek. Nagyon nagy kört és nagyon nagy széles réteget látnak önök a praxisban, mondhatom ezt. Mit mondanak leginkább, kik azok, milyen korosztály, akik ellátogatnak vagy elmennek ezekre a szűrésekre, és hol látnak hézagokat vagy hiányosságokat? A gyerekek és a nyugdíjas korúak azok, akik viszonylag rendszeresen járnak, mivel mondhatjuk, nekik már van idejük, a keresőkorúak viszont sokkal ritkábban, és náluk a vezető vaksági ok Magyarországon ez a cukorbetegség. Olvastam én is egy statisztikát, és én a 40 felettieket láttam, hogy kiemelték azt a korosztályt, akik ugye 40 fölött mindenféle szűrésre egyébként el kellene járni, erről is szólt a bevezető anyag, és hát a látásvizsgálatra is el kellene menni a 40-eseknek, nagyon le vannak maradva ebben a tekintetben, tehát a szemléletformálást ma már minden téren hangsúlyozzák, és hogy az egészségünk megőrzése az nagyon fontos, de hát a legfőbb érzékszervünk épségének a megőrzése ugyanúgy.
Hát ez pontosan így igaz, ez szemléletbeli váltásra van szükség, hogy ez változzon. Mi történik akkor, amikor észrevesznek ezek után, a diagnosztikai eljárások után valamilyen eltérést? Azaz, ha valakinek szemüvegre van szüksége, akkor milyen legyen a jó szemüveg, és hát ugye utána is folyamatosan ellenőrizni, kontrollálni kell a látás minőségét. Jó szemüveg az, amivel jól lát a páciens, és tudja is hordani. A kontaktlencsében ugyanez az igaz. A multifokális szemüvegek viselése bár hosszabb hozzászokási időt szükségel, tehát viszont sokkal kényelmesebb, mint távolra nézéshez és olvasáshoz, vagy monitor nézéshez még akár egy harmadik szemüveget is váltogatni. Nagyon jellemző az, hogy az emberek, amikor szemüvegre van szükségük, akkor szelektálnak, válogatnak. Természetesen amire én gondolok, az az, hogy a pénztárcájukra is gondolnak. Nem gondolnám, hogy most konkrétan árakat említsünk, de hogyha mégis azt kérdezném, hogy tólig, hány forinttól hány forintig lehet jó szemüveget vásárolni, készítetni, akkor mit mondana, mit javasolna? Az alsó határ az 10 000-es nagyságrendű, felső határ pedig a csillagoség. Ugye az emberek arra törekszenek, hogy jót kapjanak, jó szemüveget vagy kontaktlencsét jó áron, de vannak, amikor hibákba belecsúsznak. Mit kell, hogy szem előtt tartsanak, mit kell, hogy figyeljenek? Valóban a pénztárca is fontos, az szabja meg, hogy először is a kereteket. Fontos még az antireflex réteg például, ami a monitor előtti munkavégzéshez fontos és kellemes dolog. Kontaktlencse esetében minél rövidebb használati ideivek, annál egészségesebb, tehát a napi viselésű lencsék lennének a leghasznosabbak. Van, aki ezt is akár egy hétig viseli. Ha már említette a számítógépet, akkor ön szerint mennyire igaz a mondás, hogy a számítógép használat rontja a szemet, illetve a tartós számítógép használat, illetve hát vannak olyan munkagörök, amikor ma már ugye minden elektronikusan működik, elkerülhetetlen, hogy hosszabb időt nap mint nap a gép előtt töltsön az illető. Nagyon gyakran panaszolják a monitor előtti munkavégző emberek, hogy szárad a szemük, szúródik, gyorsan elfárad. Valóban gyakori, vagy legalább óránként tartott szünettel, szemtornával, szükség esetén műkönny használatával ezek javíthatók. Igen, de a betegségek nem megelőzhetők ezzel sem. Még egy nagyon röviden egy dologról, a látáskorrekciós modern műtéti eljárások már léteznek. Tehát van olyan, hogy van valakinek valamilyen szembetegsége, vagy a látásának a minősége is javítható egy-egy műtéttel. Ma már nagyon sokan választják ezt, nem kell szemüveget hordani, stb. Vannak praktikus okai, és vannak egészségügyi szempontból is hasznos okai annak, hogyha ilyen eljárásra kerül sor, milyen műtétek ezek. Nem minden esetben lehet lézeres látásjavítással megoldani a problémát, de valóban már nagyon fejlett ez a régió. Több lehetőség is van, ez egyénre szabott. Úgyhogy akit ez érdekel, az a lézeres látásjavító centrumokban érdeklődhet. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást.